Nagy volt az érdeklődés a környékben meghirdetett állások iránt azon a bőrzén, amelyet immáron harmadjára szerveztek meg a Sóstói stadionban. A látogatók között voltak, akik munkanélküliként jöttek el a rendezvényre, míg mások inspirációt gyűjtöttek ahhoz, milyen munkahelyen és milyen pozícióban folytassák életüket. Mi lenne a cél, az álom? Hát ez az, amit még nem. Ez a baj, hogy ezt még nem tudtam meghatározni, de egy stabil pozíció, ahol emberekkel tudok foglalkozni, azokat a kompetenciákat tudom használni, amiket megszereztem az elmúlt 5-12 évben. Attól függ, hogy mennyire megyünk vissza. Az állásbőrzén 24 környékbeli munkaadó vett részt, és több mint 500 ajánlatot hoztak az érdeklődőknek. A főszervező szerint a bőrze előnye a személyes találkozás lehetősége. Az álláskeresők szempontjából azért jó az állásbőrze, hiszen itt személyes találkozás során jóval többet meg tudnak magukból mutatni, mint egy önéletrajz, és meg tudják győzni a munkáltatókat arról, hogy ők alkalmasak magára a pozícióra. Másrészt meg természetesen a munkáltatók is sokkal jobban meg tudják ismerni a jelentkezőt. A város alpolgármesterek köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár az ország egyik gazdasági erőcentruma, így nálunk a munkaerő hiány okoz problémát, melyet az ilyen programok és az oktatási rendszer fejlesztése enyhít. A munkaerőhiánnyal, a szakképzett munkaerőhiánnyal van kapcsolatban. Erre is gyakorlatilag jött létre ez az állásbőrze, és a város pedig úgy tud ezen segíteni, hogyha már a munkakeresést megelőzően például duális képzéseket, illetve képzéseket hirdet. Az érdeklődők szerint a választás szempontja között a fizetés mellett a munkakörnyezet, az előrelépési lehetőség és a közösség is fontos szempont.